10 000 darab egyszerhasználatos egészségügyi maszkot ajánlott fel a Hajdúböszörményben működő Verus Viszmet Kft. A cég 2017 óta az Ipartelep utcán végzi tevékenységét, ma már több mint 70 fővel, mintegy 5000 négyzetméter alapterületen, ahol kötszereket és most újdonságként maszkokat gyártanak. A svájci technikával dolgozó vállalkozás egyetlen magyarországi üzeme Hajdúböszörményben működik, termékeiket a világ számos pontjára szállítják, az amerikai kontinensre és Ausztráliába is. A maszkokat a koronavírus elleni védekezés megsegítésére ajánlották fel a városnak, melyet Félix Schönle vezérigazgató és kerékgyártó Dávid igazgató adott át Kis Attila polgármesternek. Az átadást gyárlátogatással is egybekötötte Hajdúböszörmény város vezetése, ahol a fejlett technikai eszközökkel felszerelt gyártósorokon a vezérigazgató vezette végig Kis Attila polgármestert, Fóris László és Sűrés István alpolgármestereket. A felajánlott maszkokat a városi egészségügyi, oktatási és nevelési intézményekbe juttatják el. A Hajdúböszörményben körülbelül 2,5 éve tevékenykedünk, az alaptermékünk az az egészségügyi rugalmas pólyánk, és most sikerült ezt kiegészíteni, ugye eldobható egyszerhasználatos szájmaszkokkal. Körülbelül 40 országba exportáljuk a termékünket, az összeset, ami itt készül helyben Hajdúböszörményben, az összes kontinensre szállítunk, Ausztráliától Dél-Afrikáig, Észak-Amerikáig és Dél-Amerikáig szintén. Milyen kapacitással működnek itt, mekkora területen és hány fő dolgozik? A pólyákat tekintve körülbelül 10 millió darab per éves a kapacitásunk. Most a maszkokat körülbelül ilyen napi 100 000 darabjával tudjuk gyártani, de természetesen, hogyha igény vagy, akkor fogjuk fejleszteni. Most 60 és 70 között van a dolgozói létszámunk, és körülbelül 4000 négyzetmétert használunk termelésre. Hogy jött az ötlet a felajánlásra, hogy a város részére egy nagyobb mennyiségű maszkot ajánlottak fel? Mivel ugye mostanság nagyon fontos a maszk, hogy a vírus ellen tudjunk védekezni, és nagyon örülünk annak, hogy Hajdúböszörményben lehet a cégünk, így próbálunk ebből visszaadni, hogyha megtehetjük, hogy a város is tudjon használni ezeket a termékeket. Milyen benyomásokat szerzett polgármester úr a gyárlátogatás során? Csak ámulok és bámulok, hogy milyen komoly munka folyik itt. Találkoztunk már egyébként Mr. Schönle úrral és a Dáviddal, a vezetővel, illetve a tulajdonossal, de akkor ott benne a hivatalban nyilván akkor egy kellemes beszélgetés volt, illetve egy nagyon jó érzéssel töltött el, hogy egy nagyon komoly cég Hajdúböszörményben telepedett meg néhány éve, de hát itt most már egy fantasztikus szervezettségű, precíz munkát látok, 75 ember dolgozik, úgy hallom, jelenleg itt, és hát ez inkább fölfele fog változni, adja a jó Isten, hogy tényleg még többen fognak itt dolgozni, és ahogy hallom, a cég pénzügyi mérlege is igen jó a válság ellenére is, bár ha belegondolunk, hogy pont olyan eszközöket gyártanak, vagy éppen ha mondjuk a maszkra gondolok, hogy az kifejezetten a pandémia szülötte, hiszen 5-6-10 évvel ezelőtt egy ilyen maszkot megláttunk volna, én megmondom, hogy azt sem tudtam volna, hogy mire való. Néha egy filmben láttam, hogy Kínában meg itt ott mászkálnak ilyen maszkban emberek, ugye Böszörményben vagy Magyarországon ez elképzelhetetlen volt, és most lám-lám mindennapi eszközeink egyik legfontosabb kelléke. Boltba nem tudok bemenni, vagy munkahelyre sehova, anélkül, hogy egy maszk ne lenne nálam, és ők ugye maszkot gyártanak, és hát nagyon köszönöm a cégnek, hiszen ugye 10 000 darab maszkot ajándékozott a városnak. Éppen a polgármester urakkal, illetve Bertan Imre kollégával beszéltük, hogy a héten még el is juttatjuk azoknak az intézményeknek, egészségügyi intézményeink, óvoda, bölcsőde, szociális intézmények, ahol minden nap használják a dolgozók, az ott lévő emberek a maszkokat. Ez egy nagyon komoly segítség, és én azt látom, hogy nagyon komoly elképzelései vannak a cégnek. Jelenleg napi 50 000-et tudnak ebből a maszk, ha csak a maszkról beszélünk, napi 50 000-et tudnak gyártani. A jelenlegi olyan fél
üzemmódot látok nagyjából, tehát a gépsor másik része nem is működik jelenleg. Félix Schönle úr elmondása, tulajdonos elmondása szerint akár 100-150 ezerre is föl tudnak menni naponta. Ez ugye ki lehet számolni könnyen, hogy hetente közel 1 millió maszk, azért az már magyarországi méretben is egy elég komoly szám. Beszéltünk további tervekről is Schönle úrral, tulajdonossal, és hát bízom benne, hogy valóban ez a létszám és a cég működése fölfelé ívelő szakaszban marad a jövőben is. Mi minden segítséget megadunk a cégnek, hiszen egyrészt olyankor segítenek a városon mindannyiunkon, bösszörmény embereken, amikor rászorulunk, és én azt gondolom, hogy a magyar ember azért ezt nem szokta elfelejteni. Ha bajban, nehéz helyzetben valaki segít, az a minimum, hogy visszasegítjük. Másrészt pedig nyilván egy olyan cég, mint a Verosmith Kft., amely egy tudatos, okos tervezést, okos munkát végez, és olyan tevékenységet folytat, ahogy mondom még egyszer, ez a jövő igazolja az ő munkájukat, hiszen egyre több maszk, ilyen egészségügyi eszköz kell az emberek számára. Ők ebben piacvezetők, nagyon jók, és ha ők itt akarnak maradni, már pedig hála Istennek kifejezetten bővülni akarnak, és már arról tárgyalunk a céggel, nem akarok belső infókat kiadni, de arról tárgyalunk, hogy a bővülést hol, milyen formában tudják jövőben folytatni. Ez egy nagyon biztató. Én köszönöm még egyszer a cégnek, az itt dolgozó 75 dolgozónak, hiszen ők gyártották le nekünk ezt a maszkot, amit mi fogunk viselni a mindennapokban.